Voltál már olyan helyzetben, hogy mások bántattak, vagy üldöztek, verbálisan, vagy akár interneten, messengeren keresztül, és te meghunyászkodva, megalázkodva, megtörtél, és inkább depresszióba estél, mint hogy ezt a problémádat megoldottad volna? Tudod-e azt, hogy benned is ott szunnyad az óriás, ott szunnyad a hatalmas tűz, amely arra vár, hogy fellobbanjon, fellángoljon benned, és hatalmas óriássá, hatalmas tűzzé legyen, hogy a problémádat meg tud oldani. Minden ember a gondját, a baját, az életét saját maga vezeti. Minden ember maga dönt a sorsáról. Nem a barátja, nem a hozzátartozója, és nem is Isten. Te döntesz a sorsodról. Te fogod eldönteni arra, hogy képes vagy-e felkelni óriásként, és a gondjaidat legyőzni, és a problémáidat megoldani, és mindazokat az emberekkel, akik bántalmaznak verbálisan, fizikailag, vagy bár akár hogyan, hogy leülj velük megoldani, megbeszélni ezt a gondot. Mert ehhez neked is van erőd. Van mindenkinek hozzá ereje, de az az óriás, ami benned lakik, azt várja, hogy kitörjön belőled. De sajnos nagyon sokszor ezt nem engedjük, mert ketrezbe zárjuk, és nem tud onnan kiszabadulni. Most dönts arról, hogy ez az óriás kitörjön belőled, hogy képes vagy a saját sorsodat a helyes útra terelni, a helyes úton vezetni, és a barátaid, munkatársaid, vagy akár osztálytársaid ezért tisztelni tudjanak.